Vendégünk volt Rádió Gaga interjú. Tisztelt hallgatók, az Eventikum szervezésében októberben a Tracs Erdély program keretében közönség találkozóra beszélgetésre várnak mindenkit. A közkedvel televíziós személyiség Ördög Nóra műsorvezető és neves fotós férje Nánási Pál háromnapos székelyföldi előadás sorozatára Marosvásárhelyen október 10-én a Kultúrpalotában, 11-én kedden a Csíkszeredai Szakszervezetek Művelődési Házában, 12-én pedig Sepsiszentgyörgyön a Székely Mikó Kollégiumban kerül sor. Mindhárom előadás este 7 órakor kezdődik. Jegyek elővételben a helyszíneken és az eventikum.ro oldalon válthatók, és további információkat is ezen az oldalon találhatunk. Köszöntöm is három beszélgetőtársamat, Ördög Nórát, Nánási Pált és Kozma Pétert, aki a Tracs Erdély főszervezője. Sziasztok, örvendek, hogy beszélhetünk most Székelyföld legnagyobb rádióhálózatában, a Rádió Gagán. Naj, de jó nekünk. Örülök, hogy itt vagyunk. No hát akkor kérlek titeket, hogy a felvezetőt azt most mondjátok újra, ismételjük meg, hiszen minden részletet tudtok, nem? Hát ne vicceljetek, hát abszolút. Ugye három nagyon fontos estéje lesz ennek az erdélyi látogatásunknak, amit egyébként már nagyon régóta tervezünk, és nagyon jó, hogy most ennek lett egy ilyen apropója is, és össze tud kapcsolódni a Traccsal, gyakorlatilag ez a mi túránk, de a mi gyerekeink még nem jártak Erdélyben, és az én életemben... És én még gyerek voltam, amikor utoljára jártam. Én meg 20 évvel ezelőtt voltam utoljára Erdélyben, tehát nagyon-nagyon rég nem jártam már ott, és azt kell mondjam, hogy hiányzik egy kicsit ez a hangulat, ez a feltöltődés, ez a szeretet egyébként, amivel én mindig találkoztam, amikor odautaztunk. Nagyon röviden csak, hogy mi a kötődés, Mórahalom, ahol én felnőttem, Mórahalomnak testvértelepülése Csíkszentmárton. Ja, igen. És gyakorlatilag szinte minden évben, vagy minden második évben volt valami kis apropó, hogy mi utazzunk Erdélyben, mi a Csíkszentmártonba, tehát vagy a helyi színtársulatnak az előadását vittük el, vagy nyári tábort szerveztek, a két általános iskola összefogott egymásra, és a gyerekeknek a Szent Anna-tónál például. Tehát, hogy nagyon-nagyon sok apropó volt, úgyhogy igen, hiányzik ez. Meg az van, hogy mióta nekünk van a bolt, a balatoni boltunk, azóta van sokszor találkoztunk Erdélyből érkezett emberekkel, vagy mondjuk így rajongóinkkal, vagy követőinkkel, mert vannak olyan őrültek, akik ilyen hosszú utat tesznek azért, hogy eljöjjenek hozzánk egy kávéra. Hát jó, nem csak miattunk jöttek nyilván, hát jöttek nyaralni a Balatonra. Hát igen, valaki egy kicsit a Balatonért is. Szóval találkoztunk azzal a szeretettel, amit onnan Erdélyből hoztak, oda egész Balatonig, úgyhogy ez biztos, hogy ez egy nagyon sok pozitív energia lesz itt e körül. Amúgy hogy vagytok, Nóri és Pál? Hol értünk el benneteket? Hol vagytok jelen pillanatban? Hát ez a fotostúdió. Én itt vagyunk az én irodában. Egy-két, ezt mondom, hogy takarnák egy kicsit, van egy ilyen fél mell ott mögötted, itt a háttérben. Szóval a fotostúdió az tulajdonképpen mind a kettőnknek a bázisa. Itt van nekem is irodám, de ez most éppen a férjemnek az irodája, ahol ülünk, és hát szervezzük a mindenféle dolgainkat. Nagyon készülünk a Nán-Ázsia indulására, ugye az Ázsia Express indul a tévében október 10-től, és akkor ehhez kapcsolódóan megint forgattunk egy családi vlogot, aminek az utómunkái zajlanak, meg hát minden a bolttal kapcsolatos dolgok, a vacsora estek, amiket most ott elkezdtünk, úgyhogy itt a bázis, és akkor innen rajzunk ki csillag alakba mindenféle teendőket intézni. Igen. Igen. Na és hogyan? Igen? Igen? Mondjad. Hogyan telt a nyaratok? Meséljetek erről is egy keveset. Voltak kirándulások, szabadságulás, vagy mondjuk egész nyáron meló volt? Nem akartok mesélni? Nem, csak azért, mert nyilvánvalóan volt egy boltindításunk nekünk, Balatonfüreden megnyílt a tulajdonképpen harmadik, de ha úgy veszük, negyedik, de ebben a pillanatban csak a második. Na, ezt fejtsd meg! Szóval nyitottunk egy boltot Füreden is, és az eleve elég sok energiát kellett mozgósítsunk magunkba, és hát közben megment az élet, szóval, hogy most ez a szezon, úgyhogy mi nagyon-nagyon sokat voltunk ott lenni, és sokat dolgoztunk, de jó energiák voltak, csak elfáradtunk. De akkor semmi szabadságolás nem volt idén nyáron? Hát szeptember első hetében szoktunk el egy hétre nyaralni,
mi akkor tudtuk ezt így megoldani, megszervezni, meg kicsit elszabadulni. De hát azért az tényleg megtörtént, hogy ha az ember vállalkozást indít a Balaton mellett, vagy a saját nyaralóját tulajdonképpen beáldozza ennek, akkor onnantól kezdve azért a nyár az megszűnik valódi az pihentető megszűnik. Nyárnak lenni. Úgyhogy mi ebben is egy kicsit másképpen működünk. Tehát az év egészét kihasználtuk eddig is arra, hogy mondjuk utazzunk, hogyha úgy adódott lehetőség, és most meg aztán különösen igaz, hogy leginkább nyáron nem megyünk sehova, amikor mindenki mindenfele megy, mi akkor maradunk itthon a Balatonnál, és aztán amikor elindul a téli, meg az őszi szezon, mi akkor szoktunk tudni inkább jobban elszabadulni és utazni. Most elmegyünk Erdélybe. Most elmegyünk Erdélybe. Nyaralni. Hát azért, nyaralni. Ha most jöztök, akkor azért abból nagy nyaralás nem lesz, már nagyon hideg van. Már nagyon hideg van. Nagyon hideg van. Tényleg? Éjszaka ilyen 1 és 5 fok között. Jó, akkor meleg cuccok, meleg kabát. Igen. Jó, Marosvásárhelyen lehet, hogy valamivel meleg lesz, de hogyha Csíkszeredából vagy Sepsiszentgyörgyre jöztök, ott már hidegebb van azért. Hidegebb, jó. Na, hát ugye Csíkszered a Románia leghidegebb pontja egyébként, szóval. Nem is tudtam. Nóri, ugye szeptember 4-én posztoltad közösségi oldaladra, hogy már 12 éve történt meg az eljegyzés, jól mondom? Az eljegyzés történt meg 12 évvel ezelőtt. Hát nem, az a házasságkötés. A házasságkötés pontosabban. 12 éve, igen, tehát 12 éve vagyunk házasok, 14 éve is ismerjük egymást közelről. Közelebbről? Akkor indult a kapcsolatunk. És hát igen, szóval robognak az évek, 12 éve vagyunk házasok, igen. Elég gyorsan elvettelek, tehát a lánykérés és a... Az ismerkedés és a lánykérés. Nem, a lánykérés. Nem, mondom, a lánykérés és a házasság között. Ja, ott nagyon rövid idő volt, igen. Pillanatok alatt. Júniusban kaptam gyűrűt az ujjamra, és szeptemberben már meg is volt az esküvőt, mert nem lacafacáztunk túlságosan sokat, úgyhogy igen. Tudtuk, komolyan gondoltuk. Tudtuk, hogy mit szeretnénk. Szép. Azért tettem fel beszélgetésünk kezdete óta ezeket az egyszerű Bravo vagy Popcorn magazin jellegű kérdéseket, mert hát beszélgetünk, és mindenkit az egyszerűbb kérdések és válaszok érdekelhetnek. Nem tudom, miért valahogy erre tart a világ, legalábbis én így érzem, mindent leegyszerűsítünk, miközben minden sokkal bonyolultabb, mint azt mondjuk egy 15 perces beszélgetésből ki lehet hámozni. Most Kozma Peti főszervezőhöz fordulnék, hiszen innen is jön a kérdésem, hogy mi a Tracs Erdély alapötlete, aki Nóri és Pali előadására ellátogat, azoknak mit nyújt ez a rendezvény, miről szól a Tracs Erdély pontosabban? Hát az alapötlet nagyon egyszerű, olyan személyeket szerettünk volna és szeretnénk meghívni Erdélybe, akik nem rendelkeznek hagyományos típusú előadással, de mégis motivál az élettörténetük, a személyiségük, inspirálnak, motiválnak bennünket, és hogy kíváncsiak az erdélyek is rájuk, illetve hogy igazából le van miről mesélniük, csak ugye nem kaptak még teret. Ehhez a Tracs egy nagyon-nagyon jó alapot hozott létre ugye Magyarországon. Jó pár éve számos előadással járják az országot, megtöltötték az országot. Ugye Nóriék is jó párszor már voltak, jó párszor tracsoltak már. Ennek a bővülésnek köszönhető, hogy ugye Erdélyben is most ez létrejön, és létre fog jönni. Milyen hosszú egy ilyen beszélgetés, vagy egy ilyen előadás? Mire számíthat a közönség? Én Nóriékat kérdem, mert én még nem voltam tracsos. Hát, oké, akkor itt teszteljük egymást. Ezekbe a dolgokba. Hát azért az egész program az legalább 2 órás szerintem nagyjából lehet így készülni. Az a vezetett beszélgetés az nagyjából egy 1,5 óra, és akkor utána szoktak kérdések is érkezni a közönség soraiból, de ami szerintem igazából működteti ezt az egészet, hogy tényleg egy ilyen zárt körű, nem sajtónyilvános, intim közeg teremtődik meg, ahol azért nekünk is jobban megered a nyelvünk, elkezdünk sztorizni az életünkről, olyan dolgok is kiderülnek tényleg, amiket lehet, hogy mondjuk így nem szeretnénk leírva látni az újságokba, de mégis a mi életünkhöz szorosan hozzátartozik, de nincs két egyforma tracs, tehát hogy elindul a beszélgetése egy ponton, és aztán szépen, ahogy a közönséggel együtt alakítjuk, mesélünk az életünk dolgairól, és én is ebben bízom, hogy ez valamilyen módon inspiráló vagy motiváló lehet, tehát nyilván azokra, tehát a sláger témák azok nyilván mindig a mi kettőnk kapcsolata,
a gyerekekkel való utazás. Kapcsolatunk, az utazásaink, a nekem a Balaton születése, a karrierútunk, amit bejártunk eddig. Tehát igazából ezek nekünk is jól eső beszélgetések mindig. Tehát itt nem az van, hogy akkor mi most előadunk, hanem örülünk, hogy részesei lehetünk a közönséggel együtt egy ilyen nagyon meghitt beszélgetésnek. Van, nincs abszolút semmilyen fajta forgatókönyv, vagy precíz vonal, aminek mentén haladunk. Ezt akartam kérdezni, hogy szabályok vannak, vagy mehet a beszélgetés bárhogy? Nincs. Tiltott kérdés nincsen, tehát, hogy tőlünk bármit meg lehet kérdezni, max nem válaszolunk, de nem nagyon van ilyen kérdés, amit nem nagyon, tehát, hogy nincs igazán olyan kérdés. Nem jött még az elmúlt évek alatt, még egyszer nem volt olyan kérdés, amire mi ne válaszoltunk volna szívesen. Tehát, hogy és akkor itt egy interaktív előadásról beszélhetünk, és akkor a közönség soraiból is kérdezhet bárki. Abszolút. Abszolút. Szuper. Amióta megtörtént ez a szerencsétlen történelmi jelentőségű borzalmas esemény szomszédunkban, azóta nem tudok és nem is akarok úgy interjút készíteni, hogy ne kérdezzek rá a magyarországi előadóktól, zeneszerzőktől, ismertebb személyektől, hogy hogyan látják világunk alakulását. Ti is olyan időszakban születtetek, hogy mostanáig háborúktól nem nagyon kellett tartanunk, igaz, mondjuk a 90-es években a horvátoknál is lőtték már egymást, és még volt pár kisebb-nagyobb konfliktus Európában, vagy akár beszélhetünk a forradalomról Romániában, de ennyire valahogy még háborút nem éreztünk magunkhoz közel. Milyen érzések kavarognak bennetek, amikor a szomszédunkban történő katonai konfliktusról kell beszélnünk, vagy ha ezt emlegetem? Nem nagyon van olyan ember, aki erről nem... Tehát az én első reakcióm azt hiszem, hogy az volt, hogy én ezt nem hiszem el, hogy 2022-ben ez megtörténhet, hogy a fegyver a megoldás, hogy az erőszak a megoldás, hogy a háború a megoldás, bármilyen kérdésre. Hogy olyan diplomáciai hidak épültek ki, hogy egy kultúrált világban élünk, hittem én, és igazából tényleg csak döbbenten állunk előtte, hogy ezek szerint tényleg bármi megtörténhet. És azért erre nem voltunk felkészülve, és most már évek óta tart ez az érzés, hogy teljesen ki van billentve a világunk a normális kerékvágásból, csupa olyan dolgok történnek sorra, amikre egyszerűen nem lehetett felkészülni, és a legvadabb álmainkban nem gondoltuk, hogy akár a Covid, vagy bármi megtörténik, és most nem is akarom a háborút a Covidhoz hasonlítani, mert itt ez... Hát ez nem nehéz, mert nem nehéz, annyira de... összecsúszik ez a két dolog, és gyakorlatilag mi egy élményként kapjuk, vagy nem élmény, hanem egy történés, hogy összeolvad az a kettő, az egyik rossz után, a másik még rosszabb, szóval hogy ez egyszerűen borzasztó. Tegnap este pont erről beszélgettünk, hogy otthon elkezdtem átnézni, és erre bevallom őszintén, azért mi elég sokat dolgozunk, és sok szóval megtehettük azt eddig, hogy a házunkat fűtsük. Igen. Rendesen. És tegnap, most is fűtjük, vagy már elkezdtük fűteni, de egyszerűen örületes volt, hogy így mesnéztünk, és így ezeket gondolkodjak tulajdonképpen először életemben azon, hogy a radiátorokból melyiket csavarjam, vagy hogy, vagy szóval, hogy nyilvánvalóan a háború önmagában ez egy sokkal borzalmasabb dolog, ami ott történik, mint az, hogy én egyik szobát lehűtöm, de hát egyszerűen elképesztő, hogy hol tartunk, és hogy milyen körülmények vannak. Meg kell, hogy oldódjon ez rövid időn belül. Nagyon hiszek ebben, hogy a béke az egyetlen út, és a béke az egyetlen megoldás. Nem tudom, hogy ehhez milyen út vezet, de már így is túl sok áldozat van ezen a mérlegen, úgyhogy muszáj, hogy valahogy megoldódjon. Nyilván mi túl sokat sajnos ehhez nem tudunk tenni, csak azt, hogy ahol tudtunk, mi is adakoztunk. És hát még azt tudjuk tenni, és talán az előadáson erről biztos fogunk majd ott is beszélni, hogy próbálunk úgy hozzáállni ebben a pillanatnyi helyzetben, hogy azért kell, hogy legyen tovább, vagy remény, mert hogy a Covid-nál is azt elkezdtünk azon agyalni, hogy oké, jó, akkor most ez van, akkor mi a fenét tudunk kezdeni ezzel a helyzettel, vagy hogyan, hogy mi lesz a kiút, mert kell, hogy legyen kiút, kell, hogy legyenek megoldások arra, és... Azt remélem, hogy tudunk annyira inspirálni, mert nem akarom összemosni ezt a két dolgot megint csak, de mégis velünk az történt, hogy lementünk Balaton akaratjára, és a Covid leköltöztünk, utána a Covid beütött, és akkor elkezdtünk egy hétig csak így néztünk ki a fejünkből, és utána elkezdtünk beszélgetni, hogy jó, akkor mit fogunk csinálni, és gyakorlatilag nekünk onnan indult
a boltos, vagy a nekem a Balaton élete ebből indult ki, hogy a mi energiáinkat ráfordítottuk valami teljesen új, teljesen más dologra, és megpróbáltunk valamit kezdeni magunkkal, meg ezzel a helyzettel is, úgyhogy egyébként most is van ilyen ötlet, hogy a boltban hogyan fogunk áram nélkül finom ételeket főzni például. Igen, lett volna egy kérdésem még ezzel kapcsolatosan, hogy van felelőssége egy ismert személynek, legyen szó művészről, zenészről, színészről, televíziós, rádiós személyiségről, híres fotósról, hogy foglalkozzon a háború kérdésével, és minden platformon kiálljon a béke mellett? Van felelőssége? Biztos, hogy van, de nem annyira a konkrét dolgokról, mert sajnos viszont mi meg vagyunk, van annyi dolgunk az életben, hogy azért olyan nagyon mélyen nem ásjuk, tehát mi nem akarunk, vagy én legalábbis nem tudnék túl sok okosat mondani azzal kapcsolatban, hogy ezt hogy kell politikailag, vagy egyáltalán. Ja persze, csak hogy a béke kérdését mindenképpen azért terítik. Elkötelezett hívei vagyunk nyilván, és ezt minden fronton nyilván mi is kommunikáltuk, meg kommunikáljuk is, azt gondolom, hogy ilyen módon van felelősség persze, de nehéz, mert mindent átítat a sok minden, a politika és a társadalmi témák, stb. És az alapvető üzenet, amiben mi erősek vagyunk, az egyike sincs átítatva a politikától, és olyan nehéz. Szóval mi tényleg pártatlanok voltunk mindig is mindenben, és bizonyos kérdésekben nehéz úgy állást foglalni, hogy egyébként mi azt képviseljük, hogy családban élni jó, a család hogy attól, mert az embernek gyerekei születnek, még nem kell arról lemondani, hogy mondjuk férfi és nőként mi boldogan éljük az életünket, hogy ebben próbálunk mintát adni. Egyáltalán a családban létezésre adni egy olyan mintát, amit reméljük, hogy sokan követendőnek tartanak, vagy ez a visszajelzés legalábbis, hogy talán mi ezt jól csináljuk, és nyilván van még ezen kívül is egy-két olyan ügy, akár nekem a meddőség kérdése, igen, ami mellett kiáltunk, és ami a mi zászlónkon van, mert egyszerűen van személyes érintettségünk, és ezek mindenkinek szóló témák egyetemesen, és borzasztó, hogy szóval, hogy ezen gondolkodni kell, hogy mi az, amivel egyébként polarizálod. Amúgy milyen témákkal készültök konkrétan ti, ami a Tracs Erdélyt illeti? Konkrétan? Hát igen. Ezt a Peti jobban tudják szerintem, hogy amire az emberek jobban, leginkább kíváncsiak. Peti jobban tudja, hogy ti miről fogtok beszélni? Kérdésekre vezetett beszélgetések, igen, tehát hogy ott van egy kérdező, aki felteszi a kérdéseit, és akkor mi ezekre a kérdésekre válaszolunk, és ebből alakul ki nyilván egy beszélgetés. Na oké, akkor... Én sem tudom, tehát a moderátorokkal fogják... Ez majd kiderül a helyszínen akkor. Utólag, persze. Péter, kérlek mondjuk el még egyszer, hogy hol és mikor láthatjuk Nánásiékat, azaz Ördög Norit és Nánási Pálti, és jegyeket hol lehet vásárolni? Egészen pontosan jövő héten, tehát október 10-én kezdődik az előadás, ez Marosvásárhelyen indul, ott a Kultúrpalotában lesz, a második előadás az Csíkszereda, itt a Szakszervezetek Művelődési Házában lesz a Tracsos este, és az utolsó, a harmadik, az pedig Sepsiszentgyörgy, itt a Székely Mikó kollégiumban lesz. Jegyek tekintetében az eventikum.ro-t javaslom mindenkinek, ott követhető, hogy mennyire fogynak a jegyek, illetve hol van még esetleg hely, és természetesen a fennmaradó helyeket a helyszínen értékesítjük, tehát mindenkit szeretettel várunk. Fontos amúgy az elővételes jegy beszerzése, vagy helyszínen is biztosítva lesznek a belépők? Hát elmondtad már, habár... hogy helyszínen is lesz. Én javasolnám, ugye tudom, hogy a Covid azért egy kicsit közbeszólt, és az emberek ugye tapasztalat alapján nehezen vásárolnak azért előre jegyet. Igen. Nem tudják, hogy mi lesz holnap, odaérnek, bármi jöhet közbe, azért ez utóbbi idő ez megtanított erre, de én javaslom azért, hogy igyekezzenek beszerezni a belépőket, most már csak egy hét van, szóval minél előbb akkor annál. Akkor hajrá mindenkinek. Helyszínen is majd. Nem tud minket semmi elérni. Reméljük. Mi már elhatároztuk legalább, nagyon, hogy jövünk. 100%. Hölgyek, urak, az előző percekben Ördög Nórával, Nánási Pállal és Kozma Péterrel, a Tracs Erdély főszervezőjével beszélgettünk itt a Rádió Gagán. Nóri, Pali, Kozma, Peti, köszönöm szépen, hogy itt voltatok, és akkor találkozunk majd az előadásokon. Sziasztok, nagyon várjuk. Szevasztok, köszi. Sziasztok. Rádió Gaga interjú.